Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, ja, jöjjön egy kis Battlefield Hardline, és jól látjátok a címet, hogyan formoljunk pénzt, igen, és hogyan lépjünk gyorsan eh, szintet. Azt hiszem talán ez az egyik leg hasznosabb tipp, amit fogok tudni adni Battlefield hardline belül. Természetesen jönni fognak még különböző tipek, különböző meglátások, különböző ilyen kis apró taktikai uh, átgondolások a pályán, amit, uh, amit, talán érdemes megfogadni, de azokról majd később most pedig jöjjön, jöjjön az, hogy hogyan uh, érünk el gyorsan sok pénzt, és hogyan lépjünk szintet uh, gyorsan, hogyha az is számít valakinek. Nos, a tipp az nem tőlem jön, az Vakmix-től jön, ugyanis ő Magyarország jelenleg legjobb Hackere, ő BF4-ben is sokat komanderkedett, ott is vezette a magyarországi listát hackerként, és... És a dolog lényege igen bizony ott van, hogyha akarsz sok pénzt, akkor bizony hackerkedni kell. És most át fogok váltani a hacker üzemmódra, és ott meg fogjátok látni, hogy milyen szinten jön a pénz, még akkor is, hogyha kezdő hacker vagy, hogy mire gondol a kezdő alatt, mindjárt elmondom és íme itt van a hacker mód, vagy commander mód, kinek hogy tetszik, arra szeretném felvinni a figyelmetek, hogy figyeljétek a jobb oldalt, hogy milyen szinten és gyorsan változik a pénzösszeg, és egy kicsit később be fogom rakni azt a bizonyos végső összeget, amit összeszedtem ezen a meccs alatt, és szerintem nagyon meg fogtok lepődni. Egy gyors leírás a hacker módról, gyakorlatilag itt, miket tudtok itt csinálni, ugye kellene az ellenfél kameráját, jammer rakni a kamerára, kellene a különböző rendszereket a pályán, mint például azon a pályán ilyen gázrendszereket, ezáltal sebesülést okozva az ellenfélek, vagy, vagy netán az, hogy ne lássanak semmit, és nagyjából ennyi trójai falovat tudsz küldeni. A dolognak az érdekessége ugye az, hogy hogy szintlépések vannak, és minél fentebb vagy szinten, annál gyorsabban töltödnek újra a képességeid, de ez, ez még nincs semmi. Minél fentebb vagy, és ugye gyorsan töltődnek a képességed, ez azt jelenti, hogy gyorsabban érsz el pénzt, gyorsabban tudsz hekkelni, és egy meccs végére akár, akár ilyen 20 XP-vel is ki tudsz uh, jönni. Ezt a saját szememmel is láttam, az ellenfele hekkere az uh, följebb áll szintben, mint én, és 20.000 XP-vel végzett a meccs végén. Vaxmi Vakmix is mondta, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen 20.000 xp kell jön ki a meccs végén, és pillanatok alatt, hogy kapaszkodjatok meg, ő összeformolt egy uh, millió Battlefield pénz gyakorlatilag, szóval összeformod egy millió dollárt, és ezáltal őrszeg egyben a legjobb hackerévé is lépett elő, és az egész sokkal jobb, mint a Battlefield 4, a hacker a commander mondja mert hogy a BF névvel mit csinálsz? U of Jammer, U of Scan, stb. stb. Itt viszont azért végre, azon kívül, hogy adtak egy jó jutalmazási rendszert a pénzben és XP-ben, végre megvan a maga sokjátszmája is, és tényleg megvan a sokjátszmája. Nekem például, aki még nem olyan fejlett uh, hacker, a nagyon meg kellett gondolnom, hogy hogyan... Uh, fogom és, és uh, próbálok ellen súlyozni az ellenfél jobb hekkerét, mikor sütöm el az Zuhan Jammert, mikor hekkelem meg a kameráját, és, uh, először ilyen kaotikusnak tűnt az egész, amikor rájöttem a lényegére, egy tök jó sakjátszmában vált, és végre élvezetes ez a hacker, vagy commander mód is, és végre jó sok pénzt és XP-t kapsz ért, és ez a lényeg, és imen jöjjön akkor az a bizonyos végösszeg, és hamarosan rátérünk a arra, hogy mik a jövőbeli tervek a Battlefield 4 -a. Amit látjátok, laza 84 ezer ezre gyűjtöttem össze 66 ezerről. Ez, az azért lehet, hogy őszinte legyek. És, és nem, tehát nagyon-nagyon jól lehet pénzforma, úgyhogy van valami fegyver, amire szükséged, van kiegészítő, hopp, elmész egy kicsit, hekerkedsz egy órát, és már is meg lesz rá a pénz. Na de a jövőt, illetően Battlefield Hardline-ról fognak jönni uh, videók. Egyelőre elő van nekem készítve egy műsortár, és van van legalább egy jó, egy jó pár videó, amit uh, azelőtt szeretnék tölteni. Uh, ki szeretném én is természetesen ismerni jobban a játékot, hogy tudjam hozni ezt a sajátosabb szemszöget, amit szoktam hozni, az azért játszani kell egy pár órát ezzel a játékkal. Őszinte lesz ezek, veletek a Warframe világa egy kicsit beszippantott mostanában, de nem feledkeztem meg a Hardline a, és, és, hogy őszintén már azért fogalmazódnak meg bizonyos gondolatok, mit, hogyan, hány, merre, meddig ebben a Battlefield Highline-ban, mert, mert, hogy megmondjam őszintén, azért néha ez a játék hülyét csinál belőlem, komolyan mondom, és nagyon-nagyon és ki tud baszni velem, hogy, hogy tehát így, úgy érzem, hogy néha, mintha csak most kezdenék shooterekkel foglalkozni, de no para, meg lesznek azok a bizonyos uh, tipek is, és uh, már, már tényleg megfogalmazódnak egy-két jó kis meglátások, hogy hogyan alkalmazkodjunk ehhez a battlefield mert mert azért nem tudom, ti hogy vagytok vele, és legyünk most itt őszinték egymással, hogyha már ilyen régóta együtt vagyunk, akkor adjuk meg az őszintességet. Néha azért meg tudok lepődni, és meglepetést tud okozni ez a Battlefield hárlány és fegyverei. Biztos, hogy ezért sokat kell még rajta javítani a játékkal, mert azért panaszkodnak erre is. Mert mikor is lenne már az, hogy a Battlefield végre kijön úgy, hogy játszható legyen már indulástól, még akkor is, ha elcsúsztatják egy fél évvel. Na no, de mindegy, egy, egy, ennyi, ennyi lett volna a mai videó, úgyhogy hát ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel, hogyha kíváncsi vagy Battlefield Highline-ra, tippekre, stb. Nos, a következő videóig, sziasztok!